Az elmúlt 30 évben kialakult egy az oktatástól a sportig terjedő önálló kisebbségi társadalom Erdélyben. Ezt a politikai elit sikerként könyveli el, de a magyar közösség életkörülményei ettől nem lettek feltétlenül jobbak, derült ki a Kós Károly Akadémia legutóbbi decemberi előadásából. Az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában rendezvénysorozat keretében tartott előadást Kis Tamás szociológus a Marosvásárhelyi Bernádi Házban. A Kós Károly Akadémia decemberi előadásának témája az erdélyi magyar társadalom 1990 utáni változása volt. Ha a magyar elitek törekvései szempontjából nézzük, akkor az etnikai párhuzamosság intézményesítése az mindenképpen egy sikertörténet, illetve hát a politikai érdekképviseletnek az intézményesítése is egy sikertörténet. A problémát viszont az jelenti, hogy a makrotársadalmi folyamatok tekintetében inkább egy kontinuitás van a múlt rendszer és a rendszerváltás utáni periódus között. A szociológus kiemelte, hogy a kisebbségi társadalom kiépülése marginalizációval, perifériára szorulással is járt, ami abban érhető a leginkább tetten, hogy a gazdaságilag fejlettebb régiókban a magyarok jelenléte elenyésző, míg az elmaradottabb régiókban magasabb. A teljes előadást jövő pénteken nézhetik meg az Erdélyi Magyar Televízióban.